Regionális birkózó versenynek adott otthont a napokban városunk. A viadalon kellemes meglepetésre hazai sikerek is születtek. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett versenyen 15 egyesület, 153 versenyzője indult. Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár megyékből. Így Gyöngyöstől Sátoraljaújhelyig itt volt a régió minden birkózó szakosztálya a szoboszlói évadzárón. A 15 gárda közül a borsodiak szerepeltek a legjobban, hiszen a Diósgyőri Ese nyerte a csapatversenyt. Az alig két éve alakult házigazda hajdúszoboszlói csapat meglepetést okozott, mert második helyezett lett a kabaiak előtt. A hajdúszoboszlói birkózó egyesület versenyzői 4 arany, 7 ezüst és 5 bronzéremmel vívták ki az értékes helyezést. Az első Aquagenerál kupát hajdúszoboszlóváros önkormányzata is kiemelt eseményként értékelte, támogatta.